A Ho'oponopo az már annyira leegyszerűsített. Lehet, adásban vagyunk. Adásban. No, hát a Ho'oponopo... ugye múltkor beszéltünk arról, hogy azok a jó dolgok, amik nagyon egyszerűek. És hát én ebbe a 10 évben, amit eltöltöttem így ránézve arra, hogy mi ez a félelem, meg mi ez a szeretet ügy, erre volt jó az Álomszínház, ebbe egyszerűen az lett a dolognak a végeredménye, amit az előbb elmondtam, hogy az a dolgunk az életben, hogy égessük el a félelmeinket. Kinek ilyen, kinek olyan, marha sokféle félelem van. Valami elképesztő, lehet kutatni, valami elképesztő, gyönyörű félelmek vannak, fóbiák, szorongások, nem tudom én mik, szóval ezek, tehát ezek nem igazán boldogság felevívő cuccosok, de hogy nincs mese, ezzel az élet szembesít bennünket. Én most dolgozom ott egy ilyen alapítványban, ahol a 8. kerületben, a Magdolna utcában van egy ilyen olyan alacsony küszöbűnek nevezett szolgáltatás, ahova beeshetnek a 8. kerületben. Tehát valami olyan elképesztő reménytelenség áradott. És akkor így megkérdeztem magamtól, hogy és időnként kinézek az ablakon, késsel a cigányot, és a rendőrök, Janikám, teszed el azt a kés, ismerik már egymást, és szépen teszed ide le a jatagánt, ide teszed le, és akkor néznek, és a másik veszi fel a kamerán. És szóval zajlik az kialakult rituálé annak a így van. Szerepeknek. Tehát, hogy megkérdeztem, hogy mire jó ez nekem, hát pontosan belemenni ezekbe a félelmekbe. Félek ettől még nem. Szóval már én ezt kívülről nézem, mert nem rémiszt meg, mert bejön aztán beszélve utána. Tudod, mi érdekel? Na várjál, csak befejezem. Tehát annyira elégetni a félelmeket, és megfogni Isten kezét, és erre azért nekem nagyon tetszik a Ho'oponopono, mert hogy erre ad egy technológiát. Na mi ez? A technológia az rohadt egyszerű. Az, hogy bármi, ami történik veled az életben, azért vállalj 100%-os felelősséget. Tehát nem a barátnőd az, aki hisztizik és állandóan valamit nyom neked hülyeségeket, mert te nem értesz egyet vele mondjuk, hanem az akárhogyan is van, az a te dolgod, azt te tudod a világból kivenni. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a világ áll egy csomó negatív rezgésből, és te ezt meglátod belőle, akkor a te felelősséged azt, hogy azt kived. Hogyan tudod kivenni onnan? Úgy tudod kivenni, hogy azt mondod Istennek, hogy szeretlek. Az igazi kapcsolatom veled van. De most, ahogy ezt láttam ebbe a másik emberbe, elvesztettem a kapcsolatot veled, mert nem a másikban egy rosszat láttam meg, ami nem az ő igazi lényege, az az én szemem, és hogy arra volt jó, hogy elvesztettem a kapcsolatot. Bocsásd meg nekem, ez a következő, nem a következő, az, hogy sajnálom. Sajnálom, hogy kiestem a veled való egységből. Sajnálom. Tényleg, mert hát beleste. Ilyen hülyeségeket látok ebben a gyönyörű nőben, hogy ez hisztizik. Hát ez az én szemem. És az a nő meg gyönyörűen főzi a lekvárt. Mondjuk. Te egy gyönyörű feleségedre gondol valaki. Egy csodálatos nagymama, te meg ilyen izéket látsz benne. De én hadd lássam azt, amit én látok, hogy micsoda mesevilágba érezte például. Az én szemem, hogy itt van ez a Marika, ez itt van. Nekem totál az ellenkezője, hogy én mindig azt gyűjtöttem, akik elárultak. Kvázi ez az én... De hogy ez meg az én égetésem. Tehát, hogy folyamatosan, amit észreveszek a világban, azt tudjam, hogy azért én vagyok a felelős, én nekem kell azt elégetni, és úgy tudom elégetni, hogy folyamatosan kapcsolatba lépek az Istennel, és azt kérem tőle, azt mondom, hogy szeretlek,
sajnálom, bocsásd meg nekem, és rögtön megköszönöm, mert nincs idő, hanem az már ott van. Tehát ha ezt mondom Istennek, azt mondja, hogy persze. Hát, hogy nem. Éges pajtás. Hát, fantasztikus. Minél jobban látod, hogy, hogy ez te vagy, és a másiknak, annál jobban tudod látni a másikban az isteni lény. Ez a hoponopó. Hoponopono. Mi ez a név? Mit jelent? Ez egy havai név, valahogy a létezéssel függ össze. És az az érdekessége, ahogy a könyv, ez a Vitale könyv írja, hogy ez a pasas, ez pszichiáterre felett figyelmes, aki a Mende Monda szerint ott Havaiin egy olyan kórházba dolgozott, ahol ilyen elmebeteg bűnözőket gyűjtöttek össze, és hát ilyen szabályos börtönmódon bántak velük, mert hát ezek több fért mindenki, stb. És ez a pszichiáter meg ott évekig azt csinált, hogy csak a korlapjaikat nem találkozott senkivel, csak a ült benne a pszichiátri bordon, és olvasta az ő korlajszóikat, és hogy közben hoponoponózott. Tehát, hogy égette ezeket. Azt mondta, hogy hát nem véletlenül ülök én itt, én XY pszichiáterként. Nyilván valami közöm nekem van ehhez, és hogy ezt a közömet én most elégetem. És hogy hát, ha segítek el. És ez egy ilyen havai módszer. És az derült ki, hogy valamiképpen elkezdett javulni az kevesebb ilyen kriminális esemény történt. Elkezdtek láncni, mert ezek a lánccal jártak. Elkezdtek hagyni őket, hogy nekem, minek meg. Engedték, kigengedték őket akkor, és nem történt semmi. Tehát, hogy valamiképpen elkezdtük, tehát olyan, mintha egy ilyen valami elképesztő negatív helyen oda ment volna egy pozitív energia, és egyszerűen csak abba hitt, hogy nyomatom ki magamból, égetem ezeket a dolgokat, és képzeld el, mindenféle statisztika szerint ennek a kórháznak egyértelműen jobb, el lehetett engedni olyan vizékat, elkezdtek beszélni egymással, szóval ilyen...